Sziasztok! Véget ért a tanév, elindult a vakáció, és úgy gondoltam, hogy ezúttal egy nyári különkiadásra jelentkezem. Nem tudom, hogy hányat sikerül még elkészítenem ezekből a videókból, de úgy gondoltam, hogy nyáron sem maradjatok kontent nélkül, ezért olyan olvasmányokat fogok ajánlani, amik nincsenek benne a tananyagban, de hasznosak lehetnek azoknak, akik szeretik a könyveket, nem undorodnak a betűktől túlságosan, vagy éppen azoknak, akiknek eddig még nem sikerült megszeretniük az irodalmat. És az első ilyen könyv, amit ajánlani szeretnék nektek, egy pillanat, csak előbányászom a jegyzeteimet, az első ilyen könyv, amit ajánlani szeretnék nektek, ez a Percy Jackson sorozatnak az első kötete. Ez szerintem mindenkinek élvezetes olvasmány lehet, de az igazán jól azok járnak, akik szeptembertől a 9-et kezdik, hiszen akkor tanuljuk a különböző mitológiákat, így például a görög mitológiát is, és hogyha valami jó bevezetés a görög mitológiába egy 21. századi gyereknek, akkor a Percy Jackson sorozat az. Tehát az első könyv, amit ajánlok, az a Percy Jackson és az Olimposziak, ennek az első kötete a Villámtolvaj című. Ez az USA-ban egy elég nagy durranás volt ez a könyv, amikor megjelent. Ha jól tudom, az első kötet akkor 2000 Az első kötet az 2005-ben jelent meg. Talán Magyarországon nem volt akkora durranás ez a sorozat, bár pár évvel ezelőtt nekem egyébként tanítványok ajánlották a Percy Jackson szériát, és a 6-7-8 évvel ezelőtti tanítványaim körében ez tök általános volt, hogy olvasták ezt a sorozatot. Ehhez képest ma úgy látom, hogy a mostani 8-osok, 9-esek között, mintha már kevésbé lenne ismert, ezért talán jó ötlet újra hozzányúlni. Tehát, mint mondtam, az Egyesült Államokban ez egy nagyon nagy könyvsiker volt, csitrillió példányt adtak el belőle, vezette a bestseller listát, és nem véletlenül, mert ez egy olyan könyv, ami kifejezetten a kamaszok szükségleteire van szabva, a nyelvezete is megfelel a kiskamasz, meg a picit nagyobb kamasz olvasók nyelvi előképzettségének. Tehát ettől nyilván például egy magyar tanár számára ez nem egy különösebben igényes prózának tűnik, vagy nem egy különösebben igényes próza, de ez egyáltalán nem baj, hiszen nem a magasan iskolázott irodalomtanárok a célközönség, hanem a kiskamaszok, akik izgalmas történetekre, izgalmas olvasmányokra vágynak, és az ő igényeiknek kifejezetten megfelel ez a könyv. Tehát olvastatja magát, én is nagyon gyorsan végigolvastam. A szerző egyébként egy tanár, egy angol töriszakos tanár, van neki egy saját honlapja, úgy hívják, hogy Rick, nem tudom, hogy kell mondani, jól, Riordan vagy Riordan, és nagyon jó fej, mert tett föl egyébként oktató anyagokat is az oldalára, tehát ő nem csak az olvasóit, nem csak a gyerekeket tartja szem előtt, hanem a szüleiket és a tanáraikat is. Az nagyon fontos, hogy akkor jársz jól, hogyha semmiképpen nem a könyv után nézed meg a filmet. Én a filmet láttam először, mint mondtam, a tanítványaim javasolták pár évvel ezelőtt, és nekem tetszett egyébként a film. A mai napig egy tök nézhető kalandfilmnek tartom azt a két Percy Jackson mozit, ami elkészült. De mondták már a tanítványaim is, hogy a könyvek azért sokkal jobbak, és amikor elolvastam én is a könyvet, akkor szembesültem azzal, hogy bizony-bizony azért a film az messze elmarad a könyvhöz képest, ahogyan az egyébként lenni szokott. Tehát ha jót akarsz magadnak, akkor, és még nem láttad se a filmet, se a könyvet, akkor előbb nézd meg a filmet, és utána olvasd el a könyvet, mert különben szükségszerű lesz a csalódás. Ugye viszonylag friss hír, egy pár hónapos hír, hogy a Disney Plus az el fogja készíteni a TV sorozat változatát ennek a szériának, ezt 24-ben fogják állítólag bemutatni, és ahogyan utána olvastam, ennek az elkészítésében maga a szerző is kicsit közvetlenebbül részt vesz, mint a mozifilmek készítésében, amiknek egyébként nem túl sok köze van a könyvhöz. Tehát nagyjából a karaktereket, meg a helyszíneket átveszi, meg a történetvezetésben is vannak elemek, amik a könyvben is megvannak, de ettől eltekintve olyan túl nagy köszönő viszonyban nincs a mozifilm a könyvvel. Na de miért is? Ja, és hogy igen, hogy ez a Disney adaptáció az úgy tűnik, hogy ez sokkal hűségesebben fogja követni a regényt, és a rajongók is, az első olvasók is, akik azóta már ugye felnőtt emberek, ők is nagyon lelkesek és optimisták ezzel kapcsolatban, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Na de miért érdemes elolvasni a Percy Jackson sorozatot azon kívül, hogy majd a suliba tanulni fogjátok a mitológiát? Azért, mert ez egy olyan történet, amiben nagyon sok kamasz magára ismerhet. Ugye a karakterei azok nem különösebben kidolgozottak, tehát nem nagyon
milyen ábrázoltak a karakterek, de pont ettől nagyon sok mindenki magára ismerhet. Ugye a főhős Percy, ő egy ilyen furcsa karakter, aki diszlexiás, nehezen boldogul, iskoláról iskolára jár, az anyjának van egy nagyon rossz arc férje, tehát egy ilyen nagyon hányattatott sorsú gyerek. Nem akarok spoilerezni, csak a fő cselekményszálat mondom, akiről kiderül, hogy ő neki az apukája, egyébként Poseidon, Isten. Nem is megyek jobban bele a cselekménybe, érdemes elolvasni, de ami miatt szerintem igazán jó a Percy Jackson, amiért én, mint magyar tanár és felnőtt is szeretem ezt a sorozatot, az az, hogy rámutat arra, hogy az ókori görögök világa sem volt primitívebb, mint a miénk. Tehát ők nem voltak ostobábbak, mint mi, sőt a nyugat-európai kultúra az nagyon nagy részben az ő kultúrájukon alapul, és ezt egyébként ki is mondja ez a regény, hogy a görögök alapozták meg a nyugati kultúrát, és tulajdonképpen az, ahogyan ő, az ő istenviláguk leíródott, vagy megalkotódott, abból nagyon sok minden a mai napig működik. Tehát azok a karakterek, akik az ő isteneik, meg félisteneik, meg különböző csodás lényeik között vannak, azok még sok ezer évvel később is nagyon jól jellemzik az embert. Vagy azok a szimbolikus helyszínek, amik a görög mitológiában előkerülnek, azok a mai napig működő képesek. Nekem például a nagy kedvencem a Lótuszevők szigete, amivel majd az Odüsszeiában fogunk találkozni, ami tulajdonképpen egy szimbolikus helyszín a különböző addikcióknak a leírására. Na most ez a regényben egy Las Vegas-i kaszinószállodaként jelenik meg, ahonnan az emberek képtelenek elmenni, miután esznek a lótuszból. Tehát a lényeg, hogy szerintem a 21. században is érdemes a görög mitológiával foglalkozni, és ehhez egy jó bevezető lehet, hogyha elolvassátok Percy Jackson széria történeteit. Na, ennyi lett volna már ez a rövid videó, majd meglátom, hogy hogyan sikerült többet is készíteni, addig is olvassatok könyveket, és pihenjetek sokat, és menjetek ki a természetbe, és ott olvassatok könyveket. Sziasztok!